A Magyar Jegybank a legutóbbi döntése alapján még nem szigorított a jegybanki alapkamaton, de a jövőben valamikor sor kerülhet rá az infláció alakulásától függően. Ha ez valóban így lesz, akkor az a lakossági hitelkamatok emelkedésével járhat, mondta el televíziónknak Trencsán Erika, a bankráció szakértője. Körülbelül olyan 2 éve a fix törlesztésű konstrukciók vannak előtérben, azonban a korábban fölvett hiteleknél még mindig a változó kamatozású hitelek vannak nagyobb túlsúlyban, tehát a teljes kihelyezett hitelállománynak körülbelül a 62%-a, az még mindig változó kamatozású hitelben van. Ezek az ügyfelek azonban, akiknek változó kamatozású hitelük van, ők fogják legelőször megérezni azt, hogyha esetleg ez a jelenlegi nagyon kedvező kamatszint emelkedésnek indul, akkor náluk fog ez törlesztő részletben a legkorábban jelentkezni. A lakáspiac jelenleg nagyon intenzív. Az elmúlt 3-4 évben folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. A tapasztalat az, hogy a lakásvásárlások közel 50%-ához már külső forrást vonnak be a vásárlók, mondta el kérdésünkre a szakértő. Egyértelműen látható az, hogy a megnövekedett ingatlan árak, amik azért az elmúlt 3-4 évben folyamatosan látszottak, azokat már nem igazán tudják a vásárlók hitelfelvétel nélkül követni, tehát kénytelenek hitelt felvenni. Mivel a jelenlegi banki kínálatban kiszámítható, fix törlesztésű bankhitelek vannak, így a lakosság bátrabban vesz fel hitelt a lakásvásárlás során. Jó hír, hogy a bankok is a biztonságra törekednek, hiszen a biztonságos törlesztés mind a hitelfelvevő, mind a bank részéről fontos. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a korábbi, változó kamatozású hitelünket kiszámíthatóbb, fix kamatozású hitellel váltsuk ki, mondta el záró gondolatként Trencsán Erika.